Kodály Zoltán születésének 135. halálának 50. évfordulójára emlékeztek tegnap Nyíregyházán. A Kodály ünnepen köszöntötték Szabó Dénes karnagyot, aki 70. születésnapja alkalmából az Emberi Erőforrások Miniszterének elismerő oklevelét vehette át Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól. Az 50 évvel ezelőtt elhunyt Kodály Zoltán, és ugyanekkor, ugyanezen a héten, ezen a napon 70. születésnapját ünneplő Szabó Dénes valóban a magyar kultúra szempontjából két azonos küldetést teljesít számunkra. A világnak mutatja meg azt, hogy a magyar kórusiskola és a magyar kultúra legmélyebb rétege, a magyar népzene rétege milyen csodákra képes a 21. század művészetében, kultúrájában is. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy Kodály Zoltán örökségét jól műveljük, hiszen voltak évtizedek, amikor felívelt ez a nagy örökség, és voltak bizony időszakok, amikor alig-alig ápolta ezt az örökséget Magyarország. Szinte csak egyes szigetek tartották meg Budapesten, Nyíregyházán, Pécsett és máshol. És hát ebben az értéktartásban, a kontinuitásban az egyik kiemelkedő szigete a Kodály örökség ápolásának Szabó Dénes művészete, pályafutása és az itteni Kodály iskolának és a Kántimusz kórus családnak az érték fenntartása, értékőrzése. Én amikor egyszer Tájvánban jártam az országgyűlés illetékes bizottságával, akkor furcsa módon megláttuk, hogy ott vannak Szabó Dénesék a Kántimusz kórussal, és lemondtuk az egyik este a hivatalos programunkat, és elmentünk oda, és valahogy jegyet szereztünk. És hát azt kell mondanom, hogy átélni azt, hogy a világ túlsó sarkában egészen más kultúra számára is micsoda releváció elővel hat a kodályi örökségnek a Szabó Dénesi interpretációja, ezt megélni, ezt átélni az ottani standing ovation-t, álló tapsvihart, megerősödtem magam is abban kóruskarnagyként szintén, hogy igenis ezt az örökséget magasba kell emelni, és ilyen szinten kell ápolni, ahogy ezt a 70 éves Szabó Dénes, a nemzetművésze, Kossuth Díjas, Liszt Díjas karnagy műveli és teszi. Készített egyfajta összegzést esetleg az eddigi pályájáról? Nem készítettem. Néhány évvel ezelőtt, 5 évvel talán ezelőtt valahol Hongkongba egy életműdíjat adtak nekem. Akkor azon nagyon meglepődtem. Kicsit azért gondolkodtam ezen, hogy ez most hogy van, ez azt jelenti, hogy azt kívánják, hogy én most vonuljak vissza. Úgyhogy ott az Oscar-díjára átadó ünnepségen a színpadon mégis azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de én erre úgy tekintek, mint egy fél életműre. A továbbiak azok majd most jönnek, várják meg a végét. Úgyhogy összegzésről még nincs szó. És a további tervek, hogyan fog fejlődni még a kórus családok? Ez a lelkiség és ez a lendület, ami ma itt ebbe a terembe jelen van, ezt én nem tudom, hogy lehet-e fokozni. De az érzelmek időnként kicsit kimerülnek, a lelkesedés időnként alább hagy.
Én abba bízom, hogy néhány éven belül eredeti elképzelésünkhöz hasonlóan itt mégiscsak létrejön egy hivatásos énekkar, akiknek az életük arról szól, hogy ezt a Kodály örökséget, a Kantémusz örökséget most már főállásuképpen ilyen öntudattal végezzék. Az, hogy valaki ott adja a családját és eljön énekelgetni, hosszú távon nem biztos, hogy ez így biztosítható. Az utánpótlás nagyszerű, ez ma este is kiderült, akár a tagokat, akár a karvezetőt tekintve, abszolút megvan. Most rajtunk áll, meg tudjuk-e szervezni azt, hogy itt ez a hát szinte utánozhatatlan színvonal, ez megmaradjon, sőt, akkor tudunk még tovább lépni, hogyha ez egy megfelelő anyagi támogatást élvez, és megkapja azt a lehetőséget, hogy itt fizetett énekesek énekeljenek.